Sziasztok! A mai videóban márnákat próbálok majd fogni pergetve, pontosabban kis gumirákokkal fogok horgászni, és azokat fogom görgetni szépen a fenék fölött. Ha érdekel, maradjatok velem! Elég beteg volt az előző kapás. Beakasztás után egyből eltépte a zsinort. 20-as volt az előke, fluorokarbon. És visszakötöttem a 33-asat, amit használni szoktam. Mert ilyen még nem volt velem, hogy bevágásnál egyből elszakadt az előke. Pedig nagyon jó hal volt. Meg is van az első hal. Remélem ez már nem fog leakadni, se eltépni a zsinort. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Ereje az van. És nem márna, hanem harcsa. Persze azért örülök neki. Idén egész sok harcsát fogok, ami egyáltalán nem gond. Rettentő jól küzdenek ezek a... Hát nem is tudom, mekkora lehet ez. Egy éves harcsa. Valamivel több. Lehet, hogy ő már kettő. Persze szák az nincs nálam. Szép kis harcsa. Gyönyörűen látszik a szájában a gumirák. Hú, de jól akad neki. Nőj nagyra. Jövőre találkozunk. Na, visszafelé elkezdtem dobálni wobblerről. És valami elég szépen leverte. Hát, hogyha tippelem kéne, akkor balint mondanék. De még nem láttam a halat. Aha, egy szép balin. Nem akarom elkiabálni, de talán ez idejleg legnagyobb balinom. Nem is nagyon tudom ide húzni magamhoz.
Sajnos szák sincs nálam, ahogy azt már mondtam, de hát tarkon kell ragadni. Ha nem is az idei legnagyobb, de egy gyönyörű balin van a horgon. A csali az pedig, mint az előző videóban, a harcsánál a Steve-O Lures dozerkrenk. Nem nagyon akar fáradni. Eszméletlen ereje van. És elég hülyén van benne a horog. Hát nem csodálkoznék, hogyha leakadna, de azért remélem ez nem fog megtörténni. Azért is nem akarom erőltetni, mert hát talán csak egy horog van benne. Gyönyörű szép baj. Meg is szabadult a wobblertől, és mehet is vissza. Na, jó befejezése a napnak. Kár, hogy a márnákat nem találtam meg, de ez a kis harcsa és a balin azért kárpótol. Sajnos már nem tudtam tartani a tervet, nem találtam meg a márnákat. Azért egész sok kapás volt, illetve a kis harcsa és ez a gyönyörű balé megmentette a napot a betlitől. Még mindenképpen vissza fogok térni a márnákra, de lehet, hogy majd csak ősszel, mert most elkezdett tisztulni a víz, úgyhogy ezt kihasználva elkezdek szerintem domolykózni. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!